Szeptember 18-án Dubnicai Napok Zircen a Reguliantal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház szervezésében. Milyen programokkal készülnek az érdeklődők számára? Szeptember 18-át nem véletlenül választottuk a rendezvény napjaként, ugyanis a múzeum több évvel ezelőtt csatlakozott a kulturális örökség napjaihoz, és idén egy nagyobb eseménnyel csábítjuk a látogatókat a rendezvényre. Veszprém, Balaton, Európa kulturális fővárosa program által támogatott rendezvény keretein belül a kicsiket és a nagyokat is hívjuk a rendezvényre, ugyanis négy órakor a Magyar Népmese Színház előadását tekinthetik meg a gyermekek és a fogékony felnőttek is természetesen. Utána egy kiállítás megnyitóra invitáljuk a, a közönséget, ugyanis a múzeumban található Dubnicai Terem mondhatjuk névadójára fog sor kerülni, a Veszprémi Művészetek Háza a Dubnicai Palota együttműködésével egy téglakiállítást mutatunk be a közönségnek, amelyben Dubnicai István életének fontos állomásait mutatjuk be pecsétes téglákon keresztül. Ezután a Kusztosz Konzort régi zenei együttes koncertjével várjuk a közönséget. Mivel régi zenei, tehát komoly zenei előadásról van szó, ezért nem szerettük volna hosszasan Elnyújtani ezt a, a programnak ezt a részét, ezért két blogban szeretnénk bemutatni a megyére jelen, jellemző régi zenei feldolgozásokat, mégpedig egy jellemzően középkoros, majd egy inkább barokos hangulatú blogban fognak játszani a zenészek. A két előadás között pedig sor kerül a Zirc története címre keresztelt könyvsorozat első két kötetének a bemutatójára. Ha jól tudom, akkor az alkotóműhelyek is megnyílnak a közönség számára. Uh, igen, a múzeumtól elvárt, uh, vagy már megszokottnak mondható módon, az alkotóház terei is nyitva lesznek, és mindegyik teremben valamilyen kézműves foglalkozás fogja várni az érdeklődőket, és ezen a napon úgy döntöttünk, hogy a régi zircre jellemző mesterségek bemutatására és azok kipróbálására lesz lehetőség. Komoly támogatói is vannak ennek a rendezvénynek. Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásán kívül a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta főleg a település történetéről szóló kiadvány megjelenését, illetve Csóri Sándor alapból is tudunk merítkezni ezen a napon. Ezen felül civil támogatói is lesznek majd még a rendezvénynek. Mikor indulnak a programok, és meddig tart ez a nagyszerű nap? Szeptember 18-án 4 órakor kezdődik az előadás. Előtte egy nagyon rövid köszöntő várható. Uh, és egészen 8 óráig, de úgyis el fog húzódni, inkább fél 9-9-ig tart majd a rendezvény. Az egész rendezvény ideje alatt lesznek kézműves foglalkozások, és uh, hát nagyon bízunk benne, hogy kicsiket, nagyokat valóban meg tudunk, uh, meg tudunk szólítani ezzel a rendezvényel. Ami még feltűnő lehet az az, hogy dubnicai napókezirzen címen szerepel a rendezvény, még pedig azért, mert egy többnapos rendezvényről van szó, ám a program többi időpontja a diákok számára van fenntartva, és a nyilvános, a közönség számára is nyitott rendezvényre kerül csak sor 18-án.